Nagyon sok roma abból él, a lomizásból. Akár vidékekről, mindenhonnan hordják a tévéket, hűtőket, itt bontsák, és dobálják bele a csatornákba. Vigyázni kell, mert itt emberi széklet, állati széklet, sok minden van itt az úton. Itt már nagyon elszaporodtak a patkányok itt ezen a környéken. Hozzák a felnéket, levágják a gumikat bedobálják a vízbe, hűtőket, gumik, minden van itt, meg rakaméjok is, van itt minden nyavaja. Nem irigylem azokat az embereket, akiknek ilyen körülmények között kell élniük. Itt mindenki ide hordja, főleg mikor vették ezt a rezeket, égetik éjjel-nappal, majd megfulladtunk tőle. Európa közepén vagyunk, egy Európai Uniós tagállamban, itt végig a csatorna ilyen szinten van szennyezve, hogy hallottuk, ez befolyik a Dunába. A széklet kupacokat, tehát gondolom, hogy a nézőknek is megvan a tűrőképességük, tehát azt nem vesszük föl, de azokat kell itt kerülgetni, tehát egyértelműen közvécének használják ezt a területet. Most megkérdezzük itt a roma honfitársainkat is, hogy... Látjuk, hogy milyen állapotok vannak itt. Mit tud erről, képviselő úr, hogy keletkezett ez a hatalmas szemét és ez az óriási környezetszennyezés? Mi történt? Hát mi évek óta ezen dolgozunk, tehát szeretnék, hogyha a cigány lakta a környék, illetve a perifériánk is tisztán és rendbe tartaná a város. És akkor az a lényege, hogy mi már több alkalommal rendet is raktunk, akár gyerekekkel, itt a környezetben élő roma gyerekekkel rendbe rakattuk, tehát ilyen társadalmi jellegű munkában sokan részt vettek, és nekem az egyik szívügyem ez, hogy rendbe rakják ezt a város részéről, jeleztük mi is már több alkalommal, de úgy látszik, hogy újra és újra gyülemszik itt a szemét. Több roma, tehát jár lomtalanításra, és akkor szétszedik itt a különböző eszközöket, tárgyakat, amit persze a mételepre elszállítanak megélhetés miatt, de az nem azt jelenti, hogy csak ők rakják ide a szemetet. Tehát többen idehordják a város más részéről. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, akik büntetésből, tehát kihelyeztek dolgozni, azokat ki fogjuk ide rakni, és akkor maguk rakják rendbe ezt a környéket. Ez a csatorna a Vajas csatornába folyik, a Vajas csatorna pedig itt fog törni a Dunába, tehát itt ez a szennyezett víz folyamatosan áramlik a Dunába. Úgyhogy mi azt szeretnénk kérni, és most már keményebben fogunk fellépni az ügyben, hogy ezt a szemetet innen elszállítsák, és ezt a részt itt teljesen rendbe tegyék. Ez nem pártügy, ezt mindenki tudja, hogy ez párthovatartozása tekintet nélkül zavarja a helyi lakosságot, sőt, ugye a cigányönkormányzatnak a vezetői is elmondták, hogy ők is ugye elkötelezettek lennének, hogy ezen változtassunk, tehát fogjon össze akkor a település, és érje el azt, hogy mint ahogy ez egy európai országban szokás, a jogszabályokat a jogállamiság receptje szerint az állam és az önkormányzat betartja és betartatja. Ez legyen akkor a célja ennek a mai közös akciónknak. És akkor most elmegyünk az önkormányzathoz, ugye? Igen, és akkor kérjük a sajtómunkatársakat, hogyha tehetik és tudnak, akkor jöjjenek velünk. Méterre a szeméttelektől ilyen szép rendezett normális házak vannak, amiben tényleg egy életmunkája van, látszik, és odafigyelő kultúrát emberek szépen ízlésesen megcsinálják a házukat.
És ide is, hagyd mondjam így a kamerában, hogy ezek a bogárkák, amik itt repkednek, tehát amit ott a sziklet kupacok, meg a veszélyes hulladék fölött röpködtek bogarak, az irdatlan bűzben. És akkor jön az ember ide a városnak, tehát 150 vagy 200 méterre lévő ilyen szép részbe, ahol kulturáltan élnek kulturált emberek, és ott ugyanazok a bogárkák röpködnek. Tehát nem kell járványügyi szakértőnek lenni ahhoz, hogy az ember tudja, hogy ide hozzák a baktériumokat, meg a kórokozókat. Tehát valami, tényleg valami elképesztő ez az egész helyzet. Kicsit félve fogtam meg a kezét, amikor bemutatkoztam, mert hogy erről a bizonyos szemételepről jöttünk, amit nem tudom, hogy ismere. Sajnos igen, ez egy visszatérő probléma. Próbáltunk már ellene tenni, többször kértünk segítséget egyrészt az otlakoktól, hogyha látnak ilyet, tegyen egy bejelentést. Nagyon jó az, hogyha különböző szervek egymással összekapcsolódva egy közös akciótervet csinálnak valamire. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom, hogy esetleg arról meg tudom meggyőzni jegyző urat, hogy itt ugye van vízügyi kérdés, van a közúttal kapcsolatos kérdés, uh-huh. van gyermekvédelmi kérdés, hiszen gyermekek ott játszadoznak uh-huh. a patkányok társaságában. Köztisztasági kérdés, hogy nem lehetne esetleg egy ilyen multidisziplináris társaságot összehozni, és egy olyan komoly akciótervet csinálni rövid időn belül, hogy lehet ezt beszámolni és megakadályozni. Hát azért tudjuk, hogy az a területrész sajnos ilyen szempontból mindig is elhanyagolt volt, a lakók nem igazán foglalkoztak vele. Én nekem egy kérésem a jegyző úrhoz, hogy tegye meg, hogy amikor ideje engedi, kisétál uh-huh. oda, és megnézi személyesen, meg és mert lehet, hogy már régen uh-huh. kezdett rá. Menjen el, nézze meg, és arra kérem, hogy akkor a megfelelő jogszabályok alkalmazásával segítsen azokon, akik ott járványveszélyben vannak, uh-huh. segítsen a környezetvédelmében, óvjuk együtt a Dunát, és próbáljunk európai környezetet teremteni ott Bízom is, hiszen olyan szép a városuk. Nagyon Bízom szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Fülmet meg lehet sok féleképpen csinálni. De az, ami most ez az elfogadatlan média, az, aki itt van. Tehát ez a Kalocsa TV, Kalocsa. Jó, nem vagy nem erőltetjük. Jó, én most nem arra, most mondjuk kurucinfo, meg ilyenek. Tehát... De itt nincs kurucinfo. Az a baj, tudja, képviselő úr, hogy nem elfogultság miatt. Nagyon teszik föl máshova, mint a kurucinfóra. Ha lenne Magyarországon független média, akkor tekintettel arra, hogy 15-17%-ot a Jobbik elért a választásokon, akkor azt, amit képviselő úrék itt csinálnak, országgyűlésben csinálnak, vagy amit én az Európai Parlamentben csinálnék, azt megjelenítenék 17%-ban, tehát arányosan. Nem hiszem, hogy valamikor is ne a való... Tehát, hogy ezt mutatjuk be adott esetben a kurucinfón is. Tehát akár a kurucinfóra kerül, akár BBC-be, ez önmagáért beszél.